A Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egyesület kórusa is színesítette a programot a Vármegyeháza dísztermében rendezett nemzetközi értékes barangolás konferencián. Az eseményen a Vármegye értékeiről, valamint határon átnyúló hagyományokról, illetve azok ápolásáról tartottak előadásokat. De bemutatkoztak például a Zema ékszerei, a beregi keresztszemest is felvonultató divatos ruhák, a szatmárberegi térség pedig gasztronómiai különlegességeit vonultatta fel. Szerettünk volna egy olyan programot megvalósítani az Interreg programból, amely a magyar és a szlovák kisprojekt alap keretein belül valósul meg, amely azokra az értékekre fókuszál, amelyek egyrészt minket vesznek körül, másrészt pedig szerettük volna azt, hogyha a felvidékiek, a debrődiek meg tudják mutatni azokat a kincseket és azokat az értékeket, amelyekkel ők foglalkoznak. Azt a közösséget hívtuk meg, amelyel eddig is volt kapcsolatunk, hiszen a Szent László történet kapcsán már közös munkánk volt korábban, és szerettük volna ezt tovább mélyíteni. Örülünk, hogy ez a program erre lehetőséget adott, és természetesen azért mi pedig szerettünk volna kiemelni néhány olyan értéket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A felvidéki debrődiekkel formálisan is szorosabbá válik az együttműködés a jövőben. Ezt Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint a Kassai járás településének polgármestere Gergely Pap Adrianna aláírással hitelesítette. Ez számos ponton segítheti a közös munkát. Szűkebb értelemben ennek az uniós programnak a végrehajtását jelenti, tágabb értelemben remélem, hogy sok hasonló programot jelent, turisztikai programokat, kulturális programokat, hogy olyan tudjuk még közelebb hozni az értékeinket egymáshoz, határok nélkül. Nincsen határ, nincs távol és közel. Erről énekeltek a Debrődi Tűzikék asszony kórus tagjai. Tulajdonképpen az együttműködési megállapodás is ezt szimbolizálja. Szeretnénk azokat a lehetőségeket mindkét régió érdekébe fordítani, amit mint megyei közgyűlésben tudunk mi is a Kassa megyében, illetve itt is egymás javára fordítani, és természetesen ez nem csak a szórakozásról szól, nem csak a kultúráról, nem csak a múltba révedésről, ezek nagyon is előre mutatnak ezek a ilyen jellegű találkozók és az ilyen jellegű aláírások. Jövőbeli projektekre például hívják fel a figyelmet, amiben nagyon szeretnénk, hogyha ez a két megye még szorosabban tudna együttműködni, mint idáig. A két félnek közös érdeke, hogy ne csak a kulturális értékek, hagyományok ápolásában, hanem a turisztikában is segítsék egymás munkáját.